Tisztelt kongresszus, kedves meghívott vendégeink, közkülön köszöntöm a diplomáciai testület megjelent képviselőit, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszöntöm a szabad és a kevésbé szabad magyar sajtó képviselőit, és én magam is szeretném külön köszönteni a minket most élőben nyomon követő nézőket. Jó szórakozást kívánok nekik a mai naphoz. Kedves barátaim, igazán jó érzés ma itt állni előttetek, igazán jó érzés ma itt körbetekinteni. Erőt és lelkesedést érzek saját magunkon. Szeretném megköszönni a küldötteknek és a jelenlévőknek a délelőtti rendkívül izgalmas, nagyon színvonalas vitát. Külön szeretném megköszönni Hiller Istvánnak azt a munkát, amit az új ajánlat, új társadalmi szerződés Magyarországnak dokumentum elkészítése kapcsán elvégeztek. Fontos, és azt gondolom, hogy nagyon tanulságos dokumentum lesz, javaslom mindenki olvassa át. Szóval kézzel tapintható a erő és a lelkesedés, de szeretném, hogyha mindenki visszaemlékezne arra, hogy nem volt ez mindig így. Emlékezzünk vissza, hogy egy esztendővel ezelőtt mit írtak az újságok, milyen forgatókönyvek, milyen elemzések jelentek meg a sajtóban, milyen baráti beszélgetéseken kellett nekünk mindannyiunknak részt venni akkoriban. Ehhez képest, még egyszer mondom, kézzel tapintható az, hogy van valami fajta lelkesedés, és van egy nagyon komoly várakozás. De rögtön utána a második mondat az, hogy csak el ne szúrjátok. És kedves barátaim, tisztelt képviselők, a következő 315 napban nekünk minden egyes pillanatban azzal kell majd szembesülnünk, hogy azt fogják nekünk mondani, hogy csak el ne szúrjátok. Egyet most innen megígérek. Mindent meg fogunk tenni, és nem fogjuk elszúrni. Egyértelmű és világos ma a helyzet. Az emberek többsége Magyarországon változást akar. Változást akarnak az emberek, és az a jó hír nekünk, hogy ma már egyre többen gondolják azt, hogy a változás főszereplője, a változás szervező ereje a Magyar Szocialista Párt lehet. És pontosan tudjuk azt, hogy a következő egy esztendőben nagyon sok kis darabot kell még ebbe a kirakós játékba helyre raknunk. De a végeredmény egyértelmű. 2018-ban leváltjuk ezt a kormányt, leváltjuk a Fideszt. És tényleg őszintén mondom, hogy nagyon felemelő, már-már megható érzés itt állni 20 esztendővel Horn Gyula után, egy baloldali pártelnökeként, egy igazi baloldali pártelnökeként, egy igazi baloldali programmal és egy hiteles, erős baloldali miniszterelnök jelölttel, és így vághatunk neki 2018-nak. Régen volt ilyen helyzetben pártelnök. Végigjártuk az országot, ezt láttátok a videót, az elmúlt 2,5-3 hónapban Botka Lászlóval. Bárhol jártunk, Győrbe vagy Miskolcon, Pécsen vagy Budapesten, mindenhol örömmel fogadtak minket, és mindenhol azt mondták, hogy elegük van a helyi kiskirályokból, és elegük van az urizáló fideszes elitből. Egy helyen mondtak mást, ha jól emlékszem, Szegeden. Ott azt mondták, hogy helyben minden rendben van. Gratulálunk a polgármester úrnak. És nagyon sokféle emberrel találkoztunk. Talán nekem az egyik legmegindítóbb, megdöbbentőbb pillanat volt Győrben, amikor odajött hozzánk Ilonka néni, és megmutatta a 25 ezer forintos nyugdíjszelvényét. 25 ezer forintból kell neki minden hónapban megélnie. Becsapták őt, becsapták Ilonka nénit, és most már Bözsi néni is tudja, becsapták a nyugdíjasokat, mert méltó időskort ígértek nekik, ehhez képest éhezést és nyomort kaptak. És Miskolcon találkoztunk egy tehetséges egyetemista fiúval, aki néhány évtizeddel ezelőtt talán még azt mondta volna,
hogy pár év múlva, ha úgy alakul, akkor Budapest felé veszi az irányt, mert az ő szakmája ezt igényli. Ma pedig azt mondta nekünk, hogy ahogy befejezi az egyetemet, irány London. Mert becsapták őt is, becsapták az egyetemistákat, mert azt ígérték nekik, hogy a tehetséget és a szorgalmat fogják díjazni, nem pedig a haverokat, a strómanokat és a luxus villában lakó szomszédjaikat. És találkoztunk Kelet-Magyarországon egy fiatal, egyedülálló anyukával, a férje elhagyta, két gyereket nevel, segélyt alig kap, munkát pedig a gyerekek miatt nem tud vállalni. Teljes egészében csapdába került az élete. Becsapták őt is, becsapták őket is, mert a Fidesz a KDNP-vel azt ígérte, hogy a családok barátja lesz, a családok kormánya lesz, ehhez képest becsapta őket minden egyes pillanatban. Összetudjuk úgy foglalni a dolgot nagyon röviden, hogy a Fidesz becsapta az országot. Eldobta a konzervatívok minden becsülendő értékét. A nemzeti büszkeségből cinizmus és arrogancia lett. A múlt értékeinek képviseletéből urak és szolgák rendszerének építése. Az európaiságból keleti diktátorok felé való fordulás. És a keresztény értékekből pedig gyűlöletszítás. A mértékletességből pedig végtelen korrupció. Ez jellemzi ma a Fidesz hatalmat, ez jellemzi ma a Fidesz kormányzását. És kedves barátaim, tisztelt kongresszus, sokkal, de sokkal nehezebb emberi sorsokkal találkoztunk, mint amit néha el tudunk képzelni, amit elolvasunk valahol. Azt szeretném innen üzenni a Magyar Szocialista Párt nevében, hogy tisztelet azoknak az embereknek, akik nap mint nap küzdenek azért, hogy egy picit jobban éljenek. Legyen számukra világos, és nekünk ez a politikai feladatunk, hogy a következő időszakban megértessük velük, hogy mi az ő érdekükben fogunk politizálni, hogy a Szocialista Párt nem a szűk elitek, nem a kevesek, hanem a sokak érdekében fogja a kormányzását kialakítani, és úgy is fog tenni Magyarországért. Amikor azt mondjuk, hogy tegyünk igazságot, az pont az ő érdekükben van. Azt vállaljuk, hogy a tehetősebbektől több felelősséget, több hozzájárulást várunk, és mindaz, amit így be lehet szedni, azt azok kapják meg, akik ma nehezebb körülmények között élnek. Ez lesz a Szocialista Párt politikája. Azt kell elérnünk, hogy a Szocialista Párt újra Magyarország legerősebb politikai pártja legyen. Azon kell dolgoznunk, hogy Magyarország újra egy igazságos, élhető, nyugodt európai ország legyen. És azon kell dolgoznunk, hogy a következő miniszterelnököt úgy hívják, hogy Botka László. Mindenkinek azt meg kell értenie, hogy az embereknek mi a probléma és mi a probléma megoldása. Azért bizonytalanodtam el egy picit, hogy hogyan mondjam ezt most itt el nektek. Az a lényeg, hogy bármit gondolunk, legyen nektek világos, hogy még nagyon sokan Magyarországon úgy gondolják, hogy mi, magyar szocialisták része vagyunk a problémának. A következő időszakban, ha nem tudunk egyértelműen és világosan fogalmazni és politizálni, és nem tudjuk világossá tenni azt, hogy Magyarország egyetlen igazi problémája Orbán Viktor maga, és a megoldás az csak a Magyar Szocialista Párttal képzelhető el. Ez kell lenni a politikai iránynak, ez kell lenni a politikai célnak a következő hónapokban. És hadat fogunk üzenni mindazoknak, akik gyűlöletet keltenek, akik korlátozzák a sajtó szabadságát, akik megpróbálják korlátozni a civilek működését, akik rasszizmusról, antiszemitizmusról, nők iránti ellenszemről beszélnek, vagy azt keltenek. Nem fogjuk hagyni, hogy ezek az eszmék Magyarországon tovább terjedjenek, nem fogjuk hagyni azt, hogy ezek az eszmék gyökeret verjenek tartósan ebben az országban.
Ezért van szükség, kedves barátaim, egy igazi, baloldali, szociáldemokrata kormányra. Azért van szükség, mert akkor tudjuk ezeket az eszméket megállítani. Azért van szükség, mert akkor tudjuk Magyarországot bent tartani az Európai Unióba. Azért van rá szükség, mert akkor lesz Magyarországon újra jogállam, és akkor kapnak újra lehetőséget az önkormányzatok. Hon Gyula azt mondta, hogy csak egy erős párt tud segíteni a gyengéken. Ezért nekünk, nekem, nektek egy erős pártot kell építeni, hogy tudjunk segíteni a gyengéken. Még egy utolsó tartalmi dolgot szeretnék elmondani, nem tudom ezt megkerülni, hiszen az elmúlt héten, hetekben az újkori magyar történelem egyik legsúlyosabb, bár legvilágosabb döntése született meg az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament szavazott Magyarországról, szavazott egy témáról. Ez egy nagyon súlyos döntés volt, de mégis világos döntés, amelyik Orbán Viktornak és kormányának egyértelmű üzenetet fogalmaz meg. Ez a sajtószabadságról szólt, ez a jogállamról szólt, az egyetembezárásról szólt, a civilekről szólt, és nem arról, amit megpróbálnak egyre szánalmasabban az emberek számára elhitetni. Mindenkinek világossá kell tennünk, hogy nem létezik már az, amit néhány évvel ezelőtt akár gondolhatott egy értelmiségi, hogy létezik Orbán és Európa. Nincs már ilyen. 2018 választás tétje egyértelmű. Orbán Viktor vagy Európa? Mi tudjuk erre a választ. 2004-ben Magyarország vitte be az Európai Unióba, MSZP vitte be Magyarországot az Európai Unióba, és 2018-ban mi fogjuk megvédeni Magyarország uniós tagságát. És kedves barátaim, 2018-ban áprilisában választás lesz Magyarországon, választás csupa nagybetűvel. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy nem kell több népszavazási kezdeményezés. Nem kell több testtömegindexet növelő, egyébként szimpatikus partizán akció. Lesz belátható időn belül egy választás, ahol a nép dönt, amit úgy hívnak, hogy parlamenti választás. Arra kérünk mindenkit. Arra készüljünk fel, arra egyesítsük az erőinket, azt a választást nyerjük meg, és ha megnyertük a választást, utána minden kérdés újra kinyitható, minden kérdés újra tárgyalható, és Magyarország szekere visszaterelhető a normális kerékvágásba. A demokratikus ellenzéki pártoknak, a szakszervezeteknek, a civileknek és az értelmiségnek hamarosan állást kell foglalnia. Gondolkozzanak el azon, ha a hitükbe, szabadságukba, reményeikbe kapaszkodva úgy gondolják, abban bíznak, hogy azt majd még megőrizhetik Orbán újabb 4 éve alatt, akkor azt szeretné minden üzenni, hogy nem csak nagyon naívak, hanem sajnos a Fidesz szekerét tolják, a Fidesznek segítenek ezzel. Miközben nyilván azt vélelmezik, hogy rendkívül kemények és elviek. Ezért nekünk egyértelműen és világosan meg kell fogalmaznunk azt, amelyik egy amerikai mondás megfordítása is magyarítva, mostantól kezdve nem az a kérdés, hogy mit tesznek mások a Fidesz kormány lebontásáért, hanem az a kérdés, hogy te mit teszel minden nap azért, hogy ez a hatalom 2018-ban megbukjon, és a politika szemétdombjára kerüljön. Aki nincs velük, az velünk van. Ezért most, amikor szavaztunk Botka Lászlóról, akkor nem csak magunknak választottunk miniszterelnök jelöltet, hanem egy erős és világos ajánlatot tettünk a partnereknek és az országnak is. Ennek az ajánlatnak a részeként készen állunk arra, hogy lemondunk az önállóságunk egy részéről. Készen állunk arra, ha kell,
lemondunk a partnereink javára, de az ország érdekében előjogokról, programpontokról, elképzelésekről, ha kell, körzetekről, de csak egy esetben, ha a cél a győzelem. Csak azokkal tudunk együttműködni, akik 2018-ban Kétvárra kívánják fektetni a Fidesz hatalmat. Most egy picit megleptetek, hogy ennél tapsoltatok a leghosszabban. A néhány éve, vagy legyünk pontosak, néhány évtizede vagyok már a politikában, és tudom azt, hogy kétféle politikus létezik. Az egyik az, aki számára a politika olyan, mint a társas játék, csak azzal foglalkozik, hogy minden mezőt el kell foglalni, és minden bábut le kell ütni. Ezek a politikusok egy idő után elfelejtik azt, hogy amiről és akiről döntenek, azok húsvér emberek. Hogy mögötte húsvér emberek vannak, akiknek családjuk van, nevük van és életük van. Ha megnézitek, ma ezt látjátok magunk körül. És van egy másik fajta politikus, amelyik bent marad munkaidő után, csak azért, hogy szociális lakást keressen a rászorulóknak, aki tudja, hogy mi az emberek problémája, és nem csak tudja, hanem kész és képes arra, hogy a megoldásokat is megtalálja és változtasson azon a problémán. Az ilyen embereket általában újra szokták választani a saját helyükön, a jobbakat legalább négyszer. És ha nem illetlen dolog, befejezésképpen a nevek jelentéséből szeretnék egy politikai tételt kovácsolni. Nem olyan régen olvastam egy cikket, hogy hány Gyula él Gyulán, egy internetes oldalon, és ebben azt olvastam, hogy a Gyula a második legfontosabb szereplő a régieknél, aki a csata esetén vezeti a csapatokat, aki a legerősebb, a legfontosabb szereplő, mert a csatában ő lelkesíti és ő viszi be az embereket. A Gyula szó jelentése törökül fáklyát jelent. És csak halkan és szerényen mondom, hogy a László jelentése pedig hatalom és dicsőség. Tehát én... Pedig még most jön csak a mondat. Azt akartam mondani tehát, hogy én készen állok arra, hogy vezessem a csapatokat a csatába, és fáklyaként világítsak a hatalom és a dicsőség felé Botka Lászlónak, akit 292 küldöttből 280-an, tehát 96% a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök jelöltjévé választott. Botka Lászlónak.